Cantando című műsorunk következik, hogy egy kicsit pihenjünk, elandalodjunk a gyönyörű dalokon, idegen vezetőnk ebben a nagy utazásban, Di Angelo, zeneszerző, szövegíró, és ennek a mai adásnak a címe a filmek hercegnői. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Di Angelót, aki rendszerint fogja a kezünket és kalauzol minket. Hát azt hiszem, hogy ma tényleg egy különleges világot fogunk megismerni. Szeretettel üdvözlöm. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Hercegnők szót használunk, nem abban a nemesi értelemben, ahogy az uralkodó nőkről vagy a hercegnőkről beszélnek, hanem azokról a női egyéniségekről lesz itt szó, és a hozzájuk kötődő zenékről, akikből valami olyan mérhetetlen szépség, szeretet, egy olyan belső kisugárzás árad, amely függetlenül attól, hogy honnan származnak, vagy honnan jöttek, ránézésre azt mondjuk, hogy hát ez egy hercegnő. Most a beszélgetésünk tárgya, ugye, mert egy újszülött viccnek minden új, valóban hercegnőkről beszélünk, vagy csak mesebeli hercegnőkről? Egyikről sem. Mi olyan létező személyekről beszélünk, rögtön az első Audrey Hepburnről például, aki önmagában, egész habitusában, hát aki a filmjeiben látta őt, ezt a törékeny csodát, ez valahogy anélkül tiszteletet, áhítatot ébreszt, hogy bármiféle rangja lenne. Mi ilyen értelemben használjuk ma a hercegnő szót, ilyen személyiségekről. Hát olyan kevés száll le a földre sajnos közénk, de vannak közöttünk, és ezek sokszor eljutnak odáig, hogy a filmvásznon is megjelennek. És az nekünk nagyon jó, mert általában olyan örök remek művek kötődnek a nevükhöz, amelyek megismételhetetlenek, mert hiszen egyéniségekhez, ilyen egyéniségekhez kötődik, eljátsszák még ezt a darabot máshol is 100 000-szer, eljátsszák nagyon jó színésznők, de valamiért születik néhány olyan egyéniség, akit nem lehet aztán a történelemben megismételni. Íze, illata van, és egyszerűen tényleg megismételhetetlen. Hát akkor kezdjük mindjárt Audrey Hepburnnel. Hát kezdjük, ő egy rendkívül megpróbáltatott sorsban felnőtt gyermek volt, ugye holland származású tulajdonképpen, és hamar megtanulta az önfegyelmet, a belső fegyelmet, és hát a háborút átélte már. És hát én ahelyett, mert az ő életét sokan ismerik, mi már beszéltünk többször róla, nem akarok róla beszélni, ha megengedik a kedves nézők, igen, akkor most néhány mondatot őtőle olvasnánk, hogy miket mondott, mert ez a néhány mondat mindennél világosabban megmutatja, hogy ki volt ő. Hát kíváncsi vagyok. Az első alapkijelentés, az elegancia az egyetlen szépség, amely soha nem fakul. Végtelen elegáns színésznő volt, tehát nyugodtan el lehet mondani. A második, a vonzó ajkak érdekében mondj kedves szavakat. A kedves szemekért keresd a jót az emberekben. A karcsú alakért oszd meg ételed az éhezőkkel. A szép hajért hagyd a gyermeknek, hogy ujjaival végig simítsa naponta. A lelki egyensúlyért sétálj azzal a tudattal, hogy sohasem vagy egyedül. Ha valaki csak ezt meghallgatja, akkor már tudja, hogy milyen egyénisége lesz. Akkor szinte nem is tudja, hogy egy igazi bölccsel állok szemben, hogy micsoda nemes egyszerűséggel szűrte le az élet igazi értelmét és szépségét. Hadd mondjak még egyet. Egy nő szépsége nem a ruhákban, amiket hord, nem az alakjában vagy frizurájában rejlik. A nő szépségét a szemében találod, mert a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik. Hihetetlen. Az ember nem is színésznőtől várná ezeket a gondolatokat, igen, de úgy látszik, hogy ő benne kiforrott maga a szépség és a nemesség. Én is azt hiszem. Még akkor, kedves nézőink, engedjék meg, hogy
egyet elolvassak, ugye sokat jótékonykodott élete végek felé, nagyon beteg volt már régén. Amikor senki sincs, akinek adhatnál egy csésze teját, vagy akinek szüksége lenne rád, azt hiszem, akkor ért véget az élet. Miközben végtelen, aki a filmjeit látta, végtelen humorral rendelkező egyéniség volt. Életvidám. Van ilyen mondása is, kettőt azért megemlítek, és azt befejezem ezt. Ne nyugtalankodj, úgyis másképp történik minden, mint ahogy elgondolnád. Ez nagy kiváló gondolat a stressz ellen. Igen, és még egy utolsó, egy ház nem otthon, ha a gyerekeknek és a kutyáknak tilos bemenni a nappali szobába. Nagyon aranyos. Mindenhez milyen dalt választottál? Na most ugye én egy olyan dolog ihletett meg engem, amikor, hát mindenki ismeri a My Fair Lady című világhírű filmet, ami Oscar-díjas volt, stb. És ebben van egy rész, ami Ascotban játszódik a lóverseny hazájában. 1700 óta rendeznek itt, ugye Katalin királynő volt az első, aki itt elkezdte a lóversenyeket rendezni, és azóta itt van lóverseny, és hát amikor először kipróbálják ugye a filmbe, hogy ő tényleg megtanult-e szépen beszélni, elviszik az Ascot-i derbire, hogy ott tud-e úgy viselkedni, hiszen az maga az elegancia, ezen a derbin általában mind a mai napig az előkelőségek, a fantasztikus ruhák és mindenek előtt a csodálatos kalapok jelennek meg. És hát ennek a fantasztikus zenének, ami szól a filmben, nem volt szövege. Én vettem magamnak a merészséget, hogy írtam hozzá egy szöveget, és ezzel a szöveggel hallhatjuk most meg Lini Magóni előadásában. Akkor most hallgassuk meg ezzel a szöveggel ezt a dalt Lili Magóni művésznő előadásában. Aki számít, az mind eljött ma, minden báró, herceg, grófocska, ez egy derbi, nem hagyja ki senki, ide vonz a látvány Ascotba. Rajtra vár a sok ménedáma, izgatottan néznek a távolba. Mennyi sikket, kalapot és nippet csalt ide a derbi Ascotba. Szászi, dobban, arcpír, loppan, sóhaj, röppen, feszültség az égig szökken. A harag megkondul, a sokló felbojdul, a patak úgy tübörögnek, lélekszed eláll. Itt jönnek már! Ezt az élményt minden lédi társaságban százszor is elmondja. Őrül derbi, nem hagyta ki senki, eljött, aki számít Ascotba. Mennyi sikket, kalapot és nippet csalt ide a derbi Ascotba. Ezt az élményt minden lédi társaságban százszor is elmondja. Őrült derbi, nem hagyta ki senki, eljött, aki számít Ascotba. Aki számít, az mind eljött ma, minden báró, gróerceg, grófocska, mennyi sikket, kalapot és lippet csalt ide a derbi Ascotba. Mennyi sikket, kalapot és lippet csalt ide a derbi Ascotba.
Hát valóban a lóversenyek világa egy különleges világ. Hát az Ascoti Derby, ugye aki elmélyült benne, most csak néhány, én nem vagyok lóverseny szakértő, de hogy utána néztem most néhány dolognak, hát elsősorban nincs derbi Ascotban. Ugye ezt el kell mondani, mert a derbi az egy olyan verseny, az igazi lóverseny szakértők szerint, amelyet egy évben egy helyen csak egyszer futnak. Az Ascoti pedig ugye 5 napig tart, és abban van egy királyi futam, de ez nem nevezhető derbinek, de ez csak egy injekség. Ami nekem nagyon tetszett, ugye, hogy Lord Derby és Lord Bunbury ott valahol az 1700-as évek közepén egy fogadást kötött egy lóversenynél. Azt mondták, hogy aki megnyeri a fogadást, az fog kapni egy kupát, aki pedig elveszti, arról elnevezik azt a versenyt. És mivel Derby vesztett, innentől Derby tulajdonképpen ezeknek a versenyeknek az elnevezése, csak tréfással meg lehet jegyezni, hogyha Bunbury vesztett volna, akkor ma a lóversenyeket Bunbury-nek hívnak. Na jó, akkor nézzünk egy újabb hercegnőt a filmek világából. Hát ő ténylegesen is hercegnő lett, de nem így indult az életpályája. Grace Kellyről van szó, erről a fantasztikus szépségű, rendkívüli, varázslatos színésznőről, aki teljesen más környezetből jött, mint Audrey Hepburn, mert ő az egyik leggazdagabb amerikai milliomos leánya volt, Philadelphiába született, édesapja az többszörös olimpiai bajnok volt, csónakházásba, evezésbe, a bátyja is ez volt, és hát ebből a környezetből a család nem őt tekintette annak a leánynak, mert volt egy lánytestvére, akiből valaha lesz valaki, és eddig ilyen rút kiskacsának nevezték otthon. Majd ennek ellenére ő elindult a filmvilág felé a család nagy tiltakozására, és aztán 51 és 56 között eljátszott egy jó pár filmet, többek között Hitchcocknak 3 filmjét is, és ezek közül egy Oscar-díjat is kapott. Na most hihetetlen karrier állt előtt, amikor megismerkedett ugye a monakói herceggel, és valós hercegnő lett belőle 56-tól, és nagyon jó hercegnő lett, mint elmondták, mindent megtanulta az uralkodás tudományából. Közben több mint 25 évig, 26 évig uralkodott, amikor egy máig ugye vitatott balesetben az életét vesztette. Ami az érdekesség az ő életében, hogy én 2 olyan filmjét is láttam, ahol ugyanazon az úton, ahol aztán meghalt, megy autóval, az egyik egy elég hosszú felvétel, és az is egy ilyen balesettel végződik, tehát szinte kódolva volt a filmjeibe az a sors, amit ő később érte. 56-ban forgatja az utolsó filmjét, ugye a hercegi család tiltakozására, soha nem léphet többet ugye a filmvászonra, bár Hitchcock megkísértette, megpróbálta még egyszer rávenni erre. És hát ebből a filmből, aminek felső 10 000 volt a címe, van egy csodálatos dal, ahol ugye Frank Sinatra-val és Bing Crosby-val együtt játszott ebben a filmben, és hát ezt a dalt, amit a szövegét én csak magyarra fordítottam, ezt a dalt fogjuk majd most hallani. Mielőtt meghallgatnánk, csak egy pici történet, jártam Monakóban, természetes, hogy egy színésznő mit keressen föl, mint Grace Kelly sírját. És ahogy ott álltunk, kőborítása van a padlónak, egyszer csak megláttam csillogni valamit, nem is gondoltam volna, lehajoltam, és egy gyűrű volt. Pont az ujjamra illett, és azóta szinte mindig hordom, és azt mondom, hogy ez Grace Kelly ajándéka volt. Hát azt akarta, hogy ma beszéljünk róla, talán ezért ajándékozta ezt a gyűrűt. Úgyhogy máig meg vagyok 60, és ezzel, hogy az életben mikor mi történik, és mit kódol, ha ezt tudnánk, biztos, hogy sokkal okosabbak és bölcsebbek lennénk. És akkor ezek után következzen a Zeneszínház művésznője Lili Magolni, most Grace Kelly-ként. Hold the látsz, látsz, látsz,
És még mindig maradt egy hercegnőnk, azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki Julie Andrews-t ne ismerné. Ő hogy került a filmvilágába? Hát azt sem vitatja senki, hogy ő is egy hercegnő, mert aki azokat a hatalmas filmeket, mint a Mary Poppins, vagy a Muzsika hangjai, Zene hangjai című filmeket megnézte, hát az igazán látja, hogy szinte egy varázslatos egyéniségről van szó. Hát ő egy teljesen sajátos úton került, mert ama kevesek közé tartozik, aki semmilyen felsőszínű iskolát nem végzett. Tehát rögtön a középiskolában... Egy ős tehetség volt egy ős tehetség, négy oktávos hanggal, rögtön a középiskolában, gyerekkorában már azért próbálkozott a színészettel, de rögtön a középiskola után egyenesen be a filmvilágba, és az Oscar-díjig meg sem állt. Tehát ő egy ilyen abszolút annak bizonyítéka, hogy ahhoz, hogy valakiből világnagyság legyen, az nem feltétlenül a drága magániskolák és a különböző színi egyetemek és a többinek a következménye, hanem ezt más úton is, ha a tehetség és a sors úgy akarja, akkor ez meg fog valósulni. És ő most, ő még élt, a három hercegnő közül ő az egyetlen, aki él, mind a mai napig. És a csodálatos benne, hogy a 90-es években amerikai filmek egész sorában megújult, aki látta ezeket a filmeket, ahol ő már anyaszerepben és egyéb szerepben fellépett, semmit nem vesztett el méltóságából, hercegnői mi voltából. Ő annyiban különbözött tulajdonképpen a másik kettőtől, hogy ő hihetetlen, fegyelmezett és munkaközpontú volt. Tehát nem egy ilyen ösztönös kisugárzás volt csak ez, hanem ez egy hihetetlen szorgalommal párosult. És ezt egész életében, ezt a precizitást, pontosságot és szorgalmat megtartotta. Én a Mary Poppinsban soha nem felejtem már azt, amikor megáll a tükör előtt, és megnézi magát, és azt mondja, hogy hát mindenben tökéletes vagyok. Tulajdonképpen ez volt a lelke. A Muzsika hangjaiban, vagy a Zene hangjaiban van egy jelenet, amikor igazán egymásba szeret a két főhős, és hát egy este, egy pavilyonnál elhangzik egy dal, amit viszonylag ritkában játszanak, mert ez egy kettős, ritkában játszanak, amikor a Zene hangjainak a híres vezető számait eljátszák. Itt is csak a fordítás származik tőlem, tehát van ennek egy szövege, és hát utolsóként ezt tettük műsorunk végére, hogy a hercegnőkről zenében is szóljunk, és szeretnénk azt, hogyha minél több ilyen hercegnő közlekedne körülöttünk. Hát azért nekünk a Cantandóban nagy szerencsénk van, hiszen nekünk saját hercegnőnk van Lili Magóni személyében, hiszen ezeket a dalokat nem is tudnám más úgy elénekelni, ha nincs benne is a finomság, a cártság, a kedvesség, a nemesség. Úgyhogy most ezzel a dallal búcsúzunk már a Cantandóval. Köszönöm szépen, kedves D'Angelo, hogy vitt minket ezekben a csodálatos országokban, szerte a nagyvilágban, és önöknek pedig még egy pár perc a Muzsika hangjaival. Tán kisi komisz gyermek voltam, sok felnőttet elszomorító, de mégiscsak volt bennem valami más, és az oly könnyen nem látható. Most itt állsz és átölelsz engem, ez oly csodás, nincs rá szó. Hát volt valami benne, mi igazán szép és jó. Semmiből nincs semmi, ki
most itt állsz és átölelsz engem. Ez oly csodás, nincs rá szó. Hát volt valami mégis bennem, mi igazán szép és jó. Semmiből nincs semmi, kézzel fogható. Hát volt valami.